Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Innentől kezdve élő egyenesben láthatnak minket az ajkai polgármester jelöltek televíziós vitáját, reményeink szerint vita is lesz. Köszöntöm a stúdióban Schwarz Bélát, az MSZP jelöltjét, dr. Patarica Györgyöt, a Jobbik jelöltjét, és Fenyvesi Zoltánt a Fidesz-KDNP színeiben. Jó estét kívánok, uraim! Kérem, engedjék meg Önök is, és kedves nézőink, hogy ismertessem a vita szabályait. Minden jelöltnek 12 perc áll rendelkezésére, hogy az összes felmerülő kérdésben kifejtse a véleményét, álláspontját. Ez a 12 percet Önök osztják be, ugye, hogy azt jónak látják. Természetesen, ha valaki megszólal bármilyen témában, azonnal elindítjuk az órát. Láthatják Önök is és a nézők is majd a monitoron, hogy ki hol tart, illetve időnként meg fogunk állni és megnézni, hogy kinek mennyi ideje van, mennyi ideje maradt. 4 kérdéskör lesz, amiben majd várjuk a válaszaikat, álláspontjukat. Minden kérdésnél más kezdi a válaszadást. A nézőknek mondanám el, hogy ezt az adás előtt kisorsoltuk, hogy milyen sorrendben történjen. Reagálhattak is természetesen egymás álláspontjára, nyilván saját idejük rovására, és ha valakinek a végén marad még ideje a 12 percből, akkor természetesen felhasználhatja, erre a lehetőség meg lesz. Kezdjük is talán akkor mindjárt az első kérdéssel, ami úgy szól, hogy miért gondoltak arra, hogy indulnak a polgármesteri székért, mi indította Önöket erre, és elsőként Schwarz Bélát, az MSZP jelöltjét kérdem. Schwarz úr, immár 4. alkalommal, ha jól számolom, indul a polgármesteri székért. Önt mi indította erre? Én is tisztelettel köszöntöm a nézőket és Önöket is. Hát én folytatni szeretném azt, amit itt évekkel ezelőtt elkezdtünk, és azt gondolom, hogy számtalan dolog van, ami még megoldásra vár. Én szeretném ezeket a folyamatokat végigvinni, és azt gondolom, hogy 5 év múlva megörülni a sikereknek. Köszönjük szépen. Dr. Patarica György, a Jobbik jelöltje. Patarica úr. Hát régóta ambicionálom a városvezetői tisztséget, és ez találkozott a Jobbik szervezetének a felkérésével. Úgy látom egyébként, hogy Ajkán nem jó irányba mennek a dolgok. Csak példálozva mondom, ez már régi történet, de egész egyszerűen nem tudok napirendre térni felette. A vásárcsarnokot a város eladta. Mondjanak nekem az országban még egy várost, ahol eladták volna a vásárcsarnok. Tudomásom szerint nincs, de ha van, akkor az a kivételek közé tartozik. A másik, úgy látom, hogy a képviselőtestületben valami végletes szembenállás van. Tehát annyira végletes, hogy ez már a város hátrányára szolgál. Itt békét kell teremteni, ez a szembenállás nem folytatódhat. Ezek a viták nem fejeződhetnek be a bíróságon. Ezt tudom erre mondani. Egyébként pedig még talán további dolog, ami egy kissé megütött, hogy így mondjam, a város iskolát adott a Híd gyülekezete kezelésébe. Én úgy látom, hogy aki iskolát ad a Híd gyülekezetének, az valamelyest azonosul azzal a világlátással, amit ez a szervezet közvetít. Egyelőre az első kérdésre ennyi. Köszönjük szépen. És akkor Fenyvesi Zoltán, a Fidesz-KDNP jelöltje. Fenyvesi úr. Jó estét kívánok én is a kedves nézőknek. 16 éve vagyok önkormányzati képviselő, 12 évig dolgoztam a német kisebbségi önkormányzatban, és ma is tevékenykedem a belvárosi Római Katolikus Egyházközségben. Valamennyi tevékenységem a szolgálat jegyében telt, és szolgálatnak tekintem a következő ciklust is, és szolgálni szeretném polgármesterként az ajkai lakosokat, ajkai választópolgárokat és a várost. Köszönjük szépen! Kíván-e valamelyikük hozzászólni? Schwarz úr, parancsoljon. Hát egy megjegyzésem lenne, ugye Patarica úr az azt mondja, hogy eladtuk a vásárcsarnokot, és többek között ezért indul a polgármesterségére. A vásárcsarnokot 2004-ben adtuk el, kedves Patarica úr, hogy azóta már 2-szer elindulhatott volna a polgármesterségét. Miért éppen most? A város azért, azóta is nyögi ezt. Nézzük meg, hogy mi lett a vásárcsarnokból. Igaz, hogy kb. 1/3-át ABC-ként üzemelteti a vevő,
de a kétharmada meglehetősen siralmas állapotban van. Nekem az a véleményem, és ezt nagyon sok városlakó azóta is állandóan emlegeti, hogy amit társadalmi munkában annak idején, legalábbis részben társadalmi munkában létrehoztak, azt nem szabadott volna eladni. Ez azt mondhatnám, hogy egy legfőbb parancs, egy város nem adja el a vásárcsarnokát, és én nem akarok felelőtlen ígéretet tenni, de ha megválasztanak, én arra fogok törekedni, hogy a vásárcsarnok, ha nem is tudjuk visszavásárolni, de legalább részben újra a városé legyen. És lehet, hogy ez 2004-ben volt, de ezt a város ma is nyögi, és állandóan felemlegetik az emberek, tehát én szerintem ez a kérdés változatlanul napirenden van. Köszönöm szépen. Igen, még hát egy megjegyzés, ugye, hát tulajdonképpen egyetértünk Patarica úrral, ő is vissza szeretné szerezni a vásárcsarnokot, tehát akkor ezt kellett volna mondani, hogy ezért indul a polgármesterségért, de ő nem ezt mondta. A másik dolog, hogy mi baja van az ügyvéd úrnak a híd gyülekezetével? Köszönjük. Ügyvéd úr, kíván reagálni? Hát én most ebbe a kérdésbe mélységében nem kívánok belemenni, mindenki ismeri a híd gyülekezetét. Látja, ha csak tanulmányozás céljából bekapcsolja a televíziót, vasárnap, a Vidám vasárnapot, abban a műsorban, kérem szépen, nem Magyarországot imádják, hanem egy harmadik országot. Én úgy látom, hogy ennek a gyülekezetnek, ez az én személyes véleményem, ne adjunk iskolát. Amennyiben rajta múlik, tudom, hogy egy mai jogszabályi környezet mellett nehéz az iskolát, akár az önkormányzati, akár állami iskola van, a normál rendszerbe visszavezetni, de azon leszek. Köszönjük szépen. Még ehhez a kérdéskörhöz, Schwarz úr. Igen, más egyházi iskolákat is vissza szeretne szerezni, vagy adni a képviselő úr? Más egyházi iskolákkal nincsen problémám. Úgy látom, hogy ott magas színvonalú nevelésben részesülnek a tanulók. Köszönjük. Valaki még ebben a kérdéskörben kíván megnyilatkozni? Nem. Akkor a következő kérdést dr. Patarica György kezdi, pontosan a válaszadást dr. Patarica György kezdi. Mit tart Ajka legnagyobb problémájának, és miben látná a megoldást? Hát én lehet, hogy furcsának tűnik, én mindenfajta viszonylag kisebb jelentőségű fejlesztésről én most nem szeretnék beszélni, mert akkor egy cserkész csapat lelkesedésével akár több oldalas listákat is írhatnánk. Én úgy látom, a város lakossága fogy, elvándorlás van. Tudom, hogy ez egy országos jelenség. Valamikor Ajka 30 000 fő feletti város volt. Jelenleg úgy tudom 29 000 körüli a város lakossága. Tehát mindenképpen van egy csökkenő tendencia. Ez az egész országban látható talán egy-két kivétellel, de az a véleményem, hogy ha már országos szinten a kormányzat nem tesz eleget, nem azt mondom, hogy nem tesz semmit, mert vannak intézkedések a népességfogyás megállítására és a munkaerő itthontartására, de mindenképpen úgy látom, hogy ez nem elegendő. A stadionokra körülbelül 10-szeresét költi a kormány, mint bölcsödére és óvodára. Stadionok és járulékos költségeik, ezek körülbelül 10-1 arányban vannak egymással. Én ezt szívem szerint megfordítanám. Hozzáteszem, hogy ehhez a magyar focihoz nem dukál ennyi pénz. Tehát a városnak arra kell törekednie, hogy megtartsa a népességet. Ugye ez egyik az, hogy az elvándorlást megállítsa. Nem hiszem, hogy cáfolni lehet, hogy Ajka város lakossága öregszik. Nagyon sok nyugdíjas van a városban. És a saját praxisomból mondhatom, rengetegen dolgoznak külföldön, akik péntek késő délutára, estére, vagy pedig szombatra kérnek tőlem időpontot, amikor két hetenként vagy három hetenként hazavándorolnak Ausztriából, Németországból, talán még Olaszországból is, Angliából azért ritkábban jönnek haza.
Tehát én szerintem a városnak arra kell törekedni, ha már ez országos szinten nem megy, és nem érzékelik ezt a problémát, hogy minden évben körülbelül 30 ezer fővel csökken az ország lakossága, és már örömújongás van akkor, amikor a csökkenés üteme nem olyan mérhű, mint mondjuk az előző évben, akkor én szerintem helyi szinten valamilyen módon ezt a jelenséget orvosolni kell. Tisztában vagyok azzal, hogy a város lehetőségei végesek, de én szerintem a vállalkozók helyzetének a javításával, nem túladóztatással egyrészt, másrészt pedig a óvodák, bölcsödék építésével, illetőleg a bizonyos kedvezményekkel ezt a kérdést, ha nem is megoldani, de mindenképpen javítani lehet. Köszönjük szépen. Fenyvesi úr, tehát Ajka legsúlyosabb, legégetőbb problémája ön szerint, önök szerint mi lenne is erre a megoldás? Ajkán a munkanélküliség jónak mondható. Országos átlagban, az országos átlag alatt vagyunk, a megyei átlag alatt vagyunk, körülbelül 4,5%-os. Ez akár jó is lehetne, de a problémát én abban látom, hogy a munkaerő nagyon alacsony hozzáadott értéket képvisel. Sokan betonított munkát végeznek a szintén üzemekben, gyárakban, ebből kifolyólag a keresetük nagyon alacsony, nagyon sokan minimálbéren vannak. Úgy gondolom, olyan fejlesztéseket kell Ajkán megvalósítani, amelyek munkahelyeket teremtenek, mégpedig kvalifikált munkát teremtenek. A kormány 12 ezer milliárd forintos pénzösszeg fölött fog rendelkezni az elkövetkezendő időszakban, ennek 60%-a a vállalkozás fejlesztésre, a gazdaság élénkítésre fordulni. Úgy gondolom, hogy ebből nagyon sokat Ajkára kell hozni. Jók a lehetőségeink, nagyon jók az ipari parkban a lehetőségek, és azt gondolom, hogy ez elsődleges feladatunk, hogy munkahelyeket teremtsünk, új kvalifikált munkát tudjunk létrehozni, ezek az üzemek új üzemcsarnokokat tudjanak létrehozni, tudják bővíteni a kapacitásukat, és akkor megindul egy kicsit a probléma, megindul ez a munkahelyteremtés, és ez szerintem ki fogja hozni a várost abból a helyzetből, amit egyébként Patrica úr is említett. Én azt gondolom, hogy továbbá a kormányprogrammal szinkronba kell hozni a városfejlesztési elképzeléseit. Mi tárgyalásban vagyunk egy szolár energetikai parkkal, amely megújuló energiákat hozna a városba, új üzemet alapítana a városban, az ipari parkban, és ezáltal is lehetne új munkahelyeket teremteni. Én ezt tartom a város legfontosabb problémájának az elkövetkezendő időszakban. Köszönjük szépen. Schwarz úr. Igen, hát hasonló a megállapításom nekem is. Valóban a város lakossága csökken, és ez az egyik legnagyobb probléma. Ugye főleg a fiatalok elvándorlása következtében áll elő ez a helyzet. Na most mi erre dolgoztuk ki a trendi ajkai fiatalnak lenni mozgalmat, és hogy itt tartanánk, ugye itt erre vannak különböző elképzeléseink, ezeket leírtuk, és a másik, ugye én egyetértek azzal a megállapítással is, hogy a minimál béres dolgozók aránya túl nagy a városban, ugye kétharmada, most erre egy új rendszert képzelünk el. Mi egymásért vagyunk címmel, a vállalatokkal együttműködve különböző juttatásokat kívánunk adni az ott minimál béren lévő dolgozóknak. És még egy dolgot említenék, a város járda problémáját a következő 5 évben azt a fontos dolgok közé emelnénk. Hát nagyon sok járdát kívánunk építeni, úgyhogy talán ez a 3 kérdés, amit itt szeretnék elmondani. Köszönöm szépen. Én is reagálnék erre. Rögtön a járdaépítésre. Én úgy látom, hogy jelentős úgynevezett látványberuházások folynak a városban. Én mondjuk nem vitatom, hogy a városközpont szépült, de én szerintem a látványberuházásokra történő koncentrálás elveszi az erőt mástól. Azért már odáig nem mehet el a dolog, hogyha átadnak 500 méter járdát, akkor egy karnevált rendezünk az átadás örömére, legalábbis majdnem egy karnevált rendezünk. Tehát én úgy látom, hogy visszatérve a vállalkozásokra, itt túladóztatás van. Az iparűzési adó nagyon magas, és az építményadó 1550 per négyzetméter szintén magas. Nem ennyivel kezdődött ez egyébként a városban. Ilyen adóztatás mellett, amikor az állami elvonás is erős, ugyanis hát 16%-os jövedelemadó az ugye az a személyi jövedelemadó, tehát a vállalkozások
városnál nem a probléma, hanem az egyéb járulék elvonás. Na most, ha ehhez jön még a városi adóztatás, akkor nem várhatjuk el a munkáltatótól, hogy mondjuk emelje a bért. A városnak azért vannak adói. Az egyik szabályozási lehetőségek, bizonyos kedvezmények és az adóztatás. Tehát el kell várni a vállalkozásoktól, hogy különösen a fizikai dolgozóknál ettől a minimálbér körüli bérezéstől, ami már tényleg emberhez méltatlan, mindenképpen el kell térni. Már akkor ki kellett volna követelni tőlük, amikor megtelepedtek a városban. Én szerintem a városnak van annyi eszköz a kezében, hogy ezt valamilyen módon orvosolni tudja. Köszönöm szépen. Ez a kérdéskörhöz igen. Sorszul. Tehát ugye mind a két jelöltársam említette az adók csökkentését. Ugye én megkérdezném mindegyiket külön-külön, hogy építményadó vonatkozásában és Patarica úr a kommunális adónak mennyivel kívánják csökkenteni? Igen, kívánnak erre reagálni. Én ezt a vállalkozások hozzáállásától tenném függővé. Köszönjük, Fenyvesi úr. Mi természetesen csökkenteni szeretnénk az építményadót is, és csökkenteni szeretnénk a parkolási rendszert. Átnéznénk a parkolási rendszert, és az első órában ingyenesítenénk a parkolást. Hogy mennyivel csökkentenénk? Hát ahogy megvizsgáljuk teljesen pontosan be a költségvetést, de egy biztos, ez az építményadó és ez a parkolási rendszer gátja a fejlődésnek, gátja a belvárosi kereskedelemnek, és gátja az ide betelepülő cégeknek is. És hogyha csökken az építményadó, akkor egészen biztos, hogy felpesdül majd a betelepülési szándék is, és azok a cégek, amelyekkel mi tárgyaltunk az elmúlt időszakban, azok biztosítottak bennünket, hogy ide fognak érkezni. Természetesen őnekik is érdekük az, hogy csökkenjen az építményadó, mert ezt nem tesszük meg, akkor el fognak vonulni más városba, olyan városba, vagy olyan településre, ahol nem kell fizetni, vagy jóval kevesebb az építményadó. Köszönöm szépen. Patarica úr. A parkolás mondok, nem sorolnám az adó közé, kétségtelen, hogy az is egyfajta elvonásnak tekinthető, de egy biztos. A városközpontban tudomásom szerint magyar vállalkozások vannak. Hátrányban vannak azzal, hogy az oda menő vásárlók parkolási díjat fizetnek. Talán egy kicsit feszített a példa, de ha valaki vesz egy kiló kenyeret 150 és 300 forint között, akkor esetleg, ha még eltölt a boltban egy kis időt, akkor kifizet 100-150 forint parkolási díjat, a városközpontban elég magas a parkolási díj. Amit még az előbb el szerettem volna mondani a vállalkozásokkal kapcsolatosan, és ezt a mai vitában nem lehet megkerülni. Ott van a város egyetlen magyar tulajdonban lévő, hangsúlyozom, magyar tulajdonban lévő élelmiszerkereskedelmi vállalkozása. Legnagyobb forgalmú ABC az Internet ABC. A rendezési terv módosítás szerint ennek az ABC-nek körülbelül az egyharmadát el kellene bontani az a város átvezető útról a városközpontba történő út megnyitása miatt. Na most szerintem ez egész egyszerűen megengedhetetlen egy magyar vállalkozással, amikor ez a vállalkozás a többi élelmiszer kereskedelmi vállalkozással élet-halál harcot vív a talpon maradásért. Akkor a város, illetve a város vezetése, a várost jelenleg vezető többség a képviselőtestületben, mondjuk ki a szocialista többség, nem folytathat háborút, nem üzenhet hadat ennek a vállalkozásnak. Egyébként gondoljuk végig, ha ezt a tervet meg akarnák valósítani, akkor ez kisajátítás nélkül nem menne. Most a város ugye egy kisajátításnál nem csak az építmény értékét kell megfizetni, hanem meg kell fizetni az elmaradt hasznot is. Na most hogyan gondolja a város, hogy erre a tervre akár 100 milliókat is áldozzon? Ott van az ABC-nek a hűtőháza, meg egyéb egységei. Úgy tudom, hogy körülbelül a jelenlegi húsos pult előtt 1-2 méterrel vágnák le.
az ABC-t. Én ezt nem hívnám korszerűsítésnek. Egyértelmű, hogy ha ott utat akarnak építeni a hotel és az ABC között, akkor ott bizony bontani kell. Én ezt rendkívül, hogy mondjam, elfogadhatatlannak tartom. Lehet, hogy a polgármester úr tudatosan időzítette a kampány közepére ezt a döntést, határozottságot kívánt ezzel mutatni, de én szerintem amennyiben én elnyerem a polgármesteri tisztséget, és meg lesz hozzá a kellő testületi támogatás, intézkedni fogok, hogy ezt a rendezési tervet, módosítást helyezzük hatályon kívül, és azért még el kell mondanom egy dolgot. Nehogy azt higgyék, hogy én a poruszkók kiáró embere vagyok, semmiféle kapcsolatban nem állok a céggel. Időben hogy állok? Hát az idő úgy néz ki, hogy az ön időkerete elfogyott. A 12 perc. Én javaslom, hogy mielőtt tovább menni még ebbe a témában maradva, nézzük meg az időt, hogy állunk. Igen, tehát Fejnpesi Zoltán, Patarica úr elfogyott, és Schwarz Béla láthatják. Önök is, nézők is láthatják. Köszönöm szépen a kollégáknak, és akkor innen folytatjuk még ezt a témát. Nyilván nem zárjuk le. Schwarz úr, parancsoljon. Csak a kérdés lezárása miatt, ugye Patarica úr valahol azt mondta, hogy olykan magasabb a munkanélküliség, mint az országban. 2,91%-ban. Ezt én nem mondtam. Ezt írták az önnyilatkozatában. 2,91%, úgyhogy nem is 4-5, ugye azóta már csökkent. Ami az adókat illeti, ugye mind a kettőjüknek mondanám, hogy néhány rivális városnak az adatait kiírtuk, bemutatom a televíziónak. Iparűzési adóban mindenhol 2%, uraim, 2%, évek óta nem változott. Évek óta nem változott. A kommunális adó a legalacsonyabb Ajkán, Ajka, Pápa, Veszprém és Balatonfüred vonatkozásában, és Tiszavasvári vonatkozásában, Patarica úr, az önök fellegvárában. Ugye nálunk 6000 forint, Tiszavasváriban pedig 12000 forint, és évek óta nem csökkentettük, nem is növeltük. Ellenben a két gyerekes családok például nem fizetnek kommunális adót, meg a nyugdíjasok sem fizetnek kommunális adót. Az ipar, illetve az építményadóhoz pedig annyit, hogy elfeledkeznek arról, hogy annak az 50%-áig a beruházásokat leírjuk az építményadóból. És egy kérdésem lenne a Fenyvesi úrhoz, ugye Patarica úr nem tudok kérdezni, hogy a parkolásra mit gondol a jelölt úr, mennyi az átlagos parkolási idő Ajkán? Köszönjük szépen. Kíván reagálni, Fenyvesi úr? Nem kívánok reagálni különösebben, mert nem ez a lényeg, nem ez a probléma gyökere, hogy ki hány percet parkol a városban. Mi úgy gondoljuk, hogy ez elsősorban a városlakókat bünteti. Azokat, akik esetleg a kertvárosokból szeretnének bejönni a városközpontba. És ezért mi őket támogatni szeretnénk, fejleszteni szeretnénk a kereskedelmet is, és ezért szeretnénk csökkenteni. Megjegyezném azt is, hogy mi csak az építményadóról beszéltünk, semmi másról. Schwarz Béla polgármestersége alatt az építményadó 33-szorosára emelkedett a városban. 2002-ben nem volt a építményadó a városban. Schwarz Béla volt az, aki először felemelte 50 forintra négyzetméterenként, ma pedig ennek 33-szorosát fizetik a vállalkozások. Köszönjük szépen. Igen, tehát egy hatérek erre vissza, tehát ugye a képviselő úr nem érti a problémát. Ugye azért kérdeztem a parkolási időt, hogy mennyi, mert 62 perc az átlagos parkolási idő. Tehát önök egy órát ingyenesé akarnak tenni, az azt jelenti, hogy el kell törölni a parkolási rendszert. Ez ezt jelenti, képviselő úr, de talán előtte meg kellene nézni, mielőtt ilyen javaslatot tesznek, hogy akkor ez hogy működne, mert akkor megkérdezem, ha el akarják törölni, az 40 millió forint. Miből kívánják pótolni? Köszönjük. Én egy mondatot szeretnék erre mondani. Ez egy statisztika, amit polgármester úr idehozott. Churchill mondta, hogy én abban a statisztikában hiszek, amit én hamisítottam. Köszönjük szépen. Ezzel a témával kapcsolatban kívánnak-e még szólni? Ebben nem. Fenyvesi úr, én sem kívánok. Nem. Köszönjük szépen. A következő kérdés az lenne, és ez lenne az, amit itt Fenyvesi úrnak kellene kezdeni a válaszadást, hogy az eddig felmerült a többi jelölt által felvetett problémák közül lát-e valamit olyan jelentősnek, amit feltétlenül meg kell oldani? Van olyan súlyos probléma, és önök látnak erre megoldást?
Igen, én is problémának látom, hogy elég nagy az elvándorlás a városban. Sok fiatal, és nem csak fiatal, hanem sok szakmunkás is külföldön keresi a boldogulását. Azért, mert itt Ajkán vagy nincs megfelelő munka, vagy pedig nem talál kvalifikált munkát magának. Én azt gondolom, hogy azokat az elképzeléseket, amiket mi felvázoltunk, és azokat a programokat, amiket mi szeretnénk megvalósítani, azzal vissza lehetne csábítani a fiatalokat. Köszönöm szépen. Schwarz úr, ugyanezt tehát az egyéb felmerült problémákkal kapcsolatban. Igen. Amik itt elhangzott. Tehát ugye ez úgy szól ez a kérdés, hogy a más által felvetett problémákat hogy oldaná meg. Igen. Tehát én nem kívánom megoldani az általuk felvetett problémákat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a kérdést nekem illik kihagynom. Köszönjük szépen. Akkor térjünk rá a negyedik kérdésre, és akkor ismét Schwarz urat kérném, hogy erre adjon választ. Ha megválasztják, és most ugye 5 évről van szó, hiszen a következő ciklus már 5 évre szól, ha megválasztják, 5 év múlva mikor lenne elégedett önmagával és a várossal? Hát én most nem kívánom újra elsorolni a mi programunkat, mi azt szeretnénk megvalósítani. Trendi Ajkainak lenni, az egyéb fejlesztéseinket, az ipari park betelepítését, a Padragi Városközpont átépítését, stb. Felsőfokú képzés Ajkán. Én attól tartok, hogy akkor se lennék elégedett, mert hát ilyen a természetem, hogy közben újabb és újabb célok jelentkeznek, és azokat kell majd persze akkor már másnak tovább vinni, úgyhogy nyugtáznám, hogy ezt teljesítettük, de azt hiszem elégedett nem lennék. Köszönöm szépen, Fenyvesi úr. Én akkor vagyok elégedett, hogyha boldog embereket látok. Ha végigmegyek a városban, akkor olyan embereket találkozom, akik vidámak, mosolyognak, felszegett fejjel mennek, és nem lepiccentett fejjel. Én azt szeretném, hogyha 5 év múlva, amikor mégis sétálok polgármesterként a városon, akkor elégedett, boldog arcokat látok. Akkor én is elégedett leszek. Viszont kérdésem van Schwarz úrhoz, akitől azt szeretném megkérdezni, hogy elégedett lenne jó akkor, hogyha 12 milliárd forintos fejlesztési összegtől esne el a város az elkövetkezendő időszakban, hiszen megjelent az MSZP szép alapjában, újságjában, hogy Isten ments a kormány segítségétől. 12 milliárdos forintos támogatást adott a kormány, 6 milliárdos támogatással kimentette a várost az adósságcsapdából. Fejlesztésre 5,5 milliárdot kaptunk. Támogatja a kormány a Premier Kft-t, ciklusonként 1,2 milliárd, az 12 milliárd forint. Schwarz úr, miből szeretné ön ezt a 12 milliárd forintot pótolni? Mennyire szeretné felemelni az építményadót? Mennyire szeretné felemelni a parkolási díjat? Mennyivel és hogyan szeretné csökkenteni a nyugdíjasok támogatását? Schwarz úr, kíván reagálni? Hogyne. Hát ugye a képviselő úr az nem barátja a számoknak. Ugye számot még nem mondott, azokat a kérdéseket megkerüli. Megkerülte az építményadót is, megkerülte a parkolást is. Szeretnék bemutatni önöknek egy statisztikát. Ugye nem hisz a képviselő úr a statisztikába, csak amit ő hamisít. Hát Isten óvjon minket attól, hogy az ő hamisításait nézzük. Ugye itt van, hogy Ajka Városi Önkormányzata 2006 és 2010 között 2,5 milliárd állami támogatást nyert el, és már a Fidesz kormány alatt 5,6 milliárd támogatást. Itt kérném szépen a televízió nézőknek is bemutatni, és a város vállalatai ugyanezekre a két időszakra vonatkoztatva 2,9 milliárdot és 6,1 milliárdot. Úgyhogy képviselő úr, ön itt a levegőbe veszél, azt kell, hogy mondjam, a levegőbe veszél. A tények azok más mutatnak, mi több fejlesztést nyertünk el, mint a szocialista kormány alatt, pedig ugye mi más színűek vagyunk, és azt gondolom, hogy ez így van rendjén. És ugye vissza is lehet kérdezni, ugye, mert ez most már olyan van, hogy mit gondol a jelölt úr, hogy ugye Balatonfürednek a fejlesztéseit ön jónak tartja? Ön megalapozottnak tartja, és üdvözli őket? Természetesen, de én Ajkán szeretnék polgármester lenni, és nem szeretnék a füredi problémákkal foglalkozni. Viszont azt el szeretném mondani, hogy nagy barátja vagyok a számoknak. Történelem tanár vagyok. És a történelem nem hamisítja a számokat. Ellentétben a közgazdászokkal. Ugyan. Uraim, egy pillanat, igen. Az időt nézzük meg, én azt gondolom, aztán folytatjuk, ez nagyon éles vita kezd kibontakozni, ami szerintem jó a választóknak. Úgyhogy nézzünk rá az időre, hogy jelen pillanatban hogy állunk. Önök is láthatják a monitoron. Igen. Így van. Köszönjük szépen, és akkor azt hiszem, hogy Schwarz úr kívánja folytatni. Igen, tehát ugye a válaszom erre az, tehát tetszik a képviselő úrnak, hogy a jelölt úrnak Füred fejlesztését. Balatonfüreden ugyancsak 33 méteres medencét építenek, úszodát, mint Ajkán.
Ugye ön ezt támadta a különböző nyilatkozataiban, tessék, a füredi polgármester ugyanazt teszi, mint mi. És tudja, hogy miért? Megkérdezem öntől, hogy miért. Ha már egyszer nyilatkozott, hogy elítélte. Mármint én ki viszont visszakérdezek, hogy mit kéne ének, Bocsássanak meg, akkor itt nem tudjuk követni most már az időbe, úgyhogy Schwarzul feltett egy kérdést. Fejlesi úr, legyen szíves akkor. Ön félreértett valamit, polgármester úr, de nagyon. Mi az uszoda építésében azt mondtuk, hogy nem a 33 méteres uszodát támogatjuk, hanem az 50 méteres uszodát. Így igaz? Elhibázott lépésnek tartjuk, hogy 33 méteres uszodát akarnak önök építeni, hiszen így most két éven át 40-50-80 kilométerre szállítjuk jó pénzért a gyermekeket úszásoktatásra. A sportolók úgy szintén Fehérvárra járnak edzésre. Mennyi pénzbe kerül ez nekünk? Óriási pénzösszegben nyilvánvaló, és a szülők zsebéből vesszük ki a többségét. Mi úgy gondoljuk, hogy emellé az uszoda mellé fel kellett volna építeni egy 50 méteres uszodát, meg kellett volna tartani a 33 méteres, aztán akkor, amikor elkészül az 50 méteres uszoda, akkor levesszük erről a sátortetőt, és van egy 33 méteres nyílt medencénk is. Mi így képzeltük el a fejlesztést, nem pedig így, ahogy önök. Köszönöm. Tehát kérdés. Vajon Balatonfüred és Ajka önkormányzata miért döntött egyformán? Fogalmam sincs, hogy Balatonfüred miért döntött egyformán, de egyet tudok mondani. Balatonfürednek van egy Balatona, Ajkának pedig egy Tornapataka. A kettővel ugyan nagy probléma, a Tornapatokban nem lehet úszni, a Balatonban pedig lehet úszni. Időnként kijönt. Igen. Ugye, ha szabad ehhez hozzá, ugye a képviselő nem ismeri a pályázati rendszert. Mesél itt nekünk különböző dolgokról, de a pályázati rendszert ismerni kell. 300-300 millió forintot hagy jóvá a Vízilabda Szövetség évente. Na most ebből nem lehet 50 méteres medencét építeni. Ezért döntött így Balatonfüred is, és ezért döntöttünk mi is így. Köszönöm szépen. Természetesen reagálnék erre a dologra. Polgármester úr pedig nem tudja azt, hogy én nagyon sok pályázatot írtam, EU-s pályázatokat, sőt az iskolában most is fut EU-s pályázat, és mindig lehet módosítani. Kérvényt kell írni, el kell küldeni, kompromisszumkésznek kell lenni, és hogyha kell, akkor a városnak is hozzá kell járulnia. A fenntartásából lehet egy pókból, három vagy négy uszodát lehet fenntartani. Köszönöm. Nagyon becsüljük, hogy a jelölt úr ilyen nagy pályázatíró. Én, mint a város polgármester, ebből egyet se láttam, úgyhogy ezt kérem azok között a megjegyzések között szerepeltetni, aminek nincs bizonyítéka. Szeretnék erre reagálni. A polgármester úr maga írta alá azt a pályázatot, amiben én még Bercsényi iskola igazgatójaként EU-s pályázatot tettem. Nagyon sajnálom, hogy erre már nem emlékszik. Hát tudjuk be a kornak. Nem, egy pillanat. Igen, ugye Schwarzul. Ezt Becsei Éva készítette elő. Becsei Éva ön csak befejezte, úgyhogy Becsei Éva az érdem. A pályázatot én magam írtam, ugyanis németül kellett volna írni, és ez elég érdekes lett volna, hogyha olyan emberek, akik egy szót se tudnak németül, németül írták volna ezt a pályázatot. Köszönöm szépen. Uraim, még valamit, vagy lépjünk tovább akkor? Hát talán az időt, ha nézzük meg akkor az időt, igen, hogy hol tartunk, megkérjük a kollégákat. Igen. És itt tartunk, igen. És akkor amennyiben ebben a kérdéskörben nem kívánnak reagálni, illetve az eddig elhangzottakkal kapcsolatban nem kívánnak reagálni. A fennmaradó időben, hát még azért maradt jó néhány perc, én azt szeretném kérni, hogy kívánnak-e valami egyéb témára reflektálni, tehát olyan, ami nem hangzott még el itt Ajkával kapcsolatban, illetve hát a választóknak valamit szólni, üzenni, mit szeretnének még ezen kívül. Fenyvesi úr, parancsoljon. Igen, én azt gondolom, hogy ebben a új ciklusban egyértelműen azok a városok fognak igazán fejlődni, amelyek együttműködőek a kormánnyal, amelyek a programjaikat a kormányprogrammal szinkronba tudják hozni. Egészen biztos, hogy nagyon sok jobboldali, Fidesz vezetésű város lesz az országban. Én nagyon remélem, hogy Ajka is, de ha Ajka nem Fidesz vezetésű város lesz, akkor lemaradunk ezekből a pályázati pénzekből. És nem azért nyernek majd a többi városok, mert ők fideszesek, hanem azért, mert a programjaikat szinkronba hozták a kormányprogrammal. Ajka pedig nem azért fog veszíteni, azért fog lemaradni a pályázati pénzekből, mert MSZP-s vezetése lesz, hanem azért, mert nem együttműködő a kormánnyal, nem tudja programját szinkronba hozni a kormányprogrammal.
Mi szinkronba hoztuk, nagyon sokat tárgyaltunk, még a mai nap folyamán is tárgyaltam, és azt gondolom, hogy nagyon pozitív válaszokat kaptunk. Mi készek vagyunk arra, hogy a kormány támogatásával új fejlesztéseket indítsunk a városban, és fellendítsük egy kicsit ezt a várost. Azt gondolom, hogy ez egy jó irány, és a kormány támogatásával meg tudjuk tenni, mert akár tetszik, akár nem, egészen biztos, hogy sokáig még Fidesz kormány lesz az országban. És ahogy Kósa Lajos is említette, és ahogy miniszterelnök úr is említette a vele folytatott tárgyalás alkalmával, hogy ők egy együttműködő önkormányzatokat szeretnének látni, hiszen így tud az önkormányzat is fejlődni. Ez a városnak, ez az önkormányzatnak is az érdeke. Köszönjük szépen. Schwarz úr. Hát abban a kérdésben egyetértünk, hogy a kormánnyal valóban együtt kell működni, de ugye mi nem a szólamok szintjén fogalmaztuk meg ezt a óhajt, hanem a tények szintjén. Ugye ami az elmúlt 5 évünket illeti, mi kétszer akkora támogatást kaptunk, mint azt megelőzően. Ráadásul olyan programokban veszünk részt, amit úgy mondjam, nem is kértünk. Tehát a Fenyvesi úr ezeket nem is veri. Például a stadionfejlesztést ugye tényleg lehet szidni, meg van, akinek nem tetszik, de mi is részesültünk a stadionfejlesztésnek a kellemesebb oldaláról, úgyhogy azt gondolom, hogy a kormánya nekünk az égvilágon semmi problémánk nincs. Ráadásul, hát most nem szeretném ezt a dolgot így ledakralálni, de a magam részéről például az uszoda felújítást, amikor elrendeztük és előkészítettük, több éve dolgoztunk rajta, olyan kormányzati szereplőkkel jöttünk össze, akik végül is jóvá hagyták ezt a dolgot. Hát én azt gondolom, hogy a városfejlesztéshez kell egy menedzsment, és kell egy nagy szaktudás is. Ugye én kétségtelenül én becsülöm Fenyvesi polgármester előtt, mert ő valóban az oktatás területén jó pedagógusnak számít. De ez más terület, ez a gazdaságnak a területe. A gazdaság területén még egyelőre nem tudott bizonyítani. Ezek a szólamok és az óhajok szintjén vannak, és a képviselői munkában is nem láttunk mi, most nem a képviselő úrra gondolok, hanem az ellentábor részéről olyan javaslatot és olyan koncepciót, amiből mi esetleg tanulhattunk volna, vagy átemeltük volna a saját programunkba. Sajnos ez nem működött. Helyette ugye mással voltak elfoglalva, az Isten tudja mivel, a feljelentéseket ugye biztos, hogy meg kéne itt említenem. Tehát azt gondolom, hogy nekünk a kormánnyal semmi problémánk nincsen. Ráadásul hadd meséljek el önöknek egy példát. Ugye megérkezik Szijjártó Péter a Pothof rendezvényére, és helyi fideszes, hát emblematikus figurák vannak ott. És tőlem kérdezett Szijjártó Péter, hogy ezek kicsodák. Hát bemutattam őket, bemutattam sorba, hogy ők kicsodák. Nem ezt a kifejezést használtam, mint a államtitkár úr. Vagy az érsek úrral, ugye az érsek úrral tárgyalunk az iskola átadásáról, és a KDNP küldöttsége is ott áll mellettem, és az érsek úr megkérdezi, hogy hát őket kihívta erre a mai tárgyalásra. Szóval azért jelölt úr, azért a város fejlesztése, a város menedzselése, hát az egy rendkívül szívós munkát kíván. Az nem abból áll, hogy Kósa Lajost ide hívjuk, ugye? Kósa Lajos a mintapolgármester, hát amiket most ugye hallani Kósa Lajosról, hát én azért annyira nem helyezném őt a mintapolgármesternek a pozíciójába. Itt keményen kell dolgozni. A számukkal barátságban kell lenni, ugye? Hát ön itt kapásból, ha csak 10% építményadó csökkentést nézünk, meg eltörölnék a parkolási rendszert, akkor itt kapásból 200 milliós hiányt okoztak. Ugye ezt nem válaszolta meg, hogy ezt miből hoznánk meg. Ugye mindent a kormányra állítanak, hogy a kormány a kormány. És önök mit tudnak csinálni? Tehát csak a kormány az nem elég, hát helyben is kell, és koncepcióval kell rendelkezni. Hát mi ilyenről sajnos nem tudtunk meggyőződni. Köszönjük szépen. Fejlesül. Mi koncepcióval rendelkezünk, egyeztettük a programunkat a kormányprogrammal, és a kormány tisztségviselőjével is. Viszont nem emlékszünk olyan dolgokra, amiket polgármester úr említett. Mi arra emlékszünk, hogy Ajka városa és a polgármester egészen pontosan állandóan konfliktusban volt a kormánnyal. Konfliktusban volt már az első héten, megválasztás után az első ciklusban, hiszen kiküldte az iszapkatasztrófa után a 26 millió számlát Devecsernek és Kolontárnak. Egy héttel az iszapkatasztrófa után. Aztán akkor is konfliktusba került, amikor a kormány átvállalta a város 42%-os adósságállományát. Polgármester úr azt mondta, hogy miért csak annyit, miért nem többet? Aztán egy év múlva, amikor a 100%-ot átvállalta, akkor a köszönet már nem hangzott el a polgármester úr szájából. De az iskola állami felügyelete alatt, amikor az középiskolák, iskolák állami felügyelet alá kerültek,
Akkor sem az együttműködésről volt híres a város, de tovább megyek, 2-3 héttel ezelőtt, amikor a katasztrófa volt a városban, amikor elöntötte a belvárost a víz, akkor is a katasztrófa védelemre hárította a felelősséget és a kormányra. Tehát én nem erre emlékszem, hogy a polgármester úrán együttműködő lett volna a kormánnyal. És erről biztosított engem Orbán Viktor miniszterelnök úr is, hogy sok sikert kíván, mert egy együttműködő és nem egy konfliktuskereső polgármester kell, hogy Ajka élén álljon. Köszönjük szépen. Svarsz úr, hát kívánok. Hogyne. Ugye megint arról beszél a polgármester jelöltül, hogy a kormány, ugye, amiről én gondolok, hogy ő és az ő általa vezetett csapat az mit fog tenni, erről nem hallottunk semmit. Mindent a kormánnyal akarnak megmondani, mindahogy a konfliktusokat nem szabad összekeverni, nekünk nem a kormánnyal volt konfliktusunk, hanem önökkel. Önökkel, meg a feljelentő barátaival. Hát ön is benne volt ebbe a társaságban, képviselő úr, vagy jelölt úr, hát hiába húzogatja a szemét, sajnos benne volt a feljelentővel. Nagy Zoltán igazgató úr kirúgásához, hát ott asszisztált ön is, sőt, hát ugye nem akarok most meredekebbre menni, sajnos ez nem volt egy jó dolog, tehát nem a kormánnyal van nekünk problémánk, hanem önökkel, az önök magatartásával volt probléma. Mikor kompromisszumot keresünk, ugye 2010-ben fölajánljuk az együttműködésünket, nagy koalíciót, akkor magnóra veszik a beszélgetést, és eljuttatják a különböző szervekhez, a bíróságokhoz, ügyészségekhez, és a hírtévéhez. Ez a probléma, jelölt úr, ez a probléma. Köszönöm. Polgármester úr, újra téved, és nagyon rossz és szelektív az emlékező képessége. Én egyetlen egy feljelentést nem tettem, sem a város ellen, sem más személyek ellen. Viszont ön több mint 40 feljelentést tett. Politikusok ellen, gazdasági szereplők ellen, iskolák ellen és magánszemélyek ellen. Sőt, nem egy esetben ön ellen bírósági tárgyalás folyt, sőt el is ítélték. Engem egyszer sem ítéltek még el. Köszönöm szépen. Egy pillanat, álljunk meg és az időre pillancsunk rá. Azt hiszem, hogy érdemes lesz ez esetben. Igen. Igen, tehát önök is látták. És akkor, ha Svarsz úr kíván reagálni, még egy körülbelül fél perc áll rendelkezésre. Igen, fél pillanat. Tehát Fenyesi úr ugye bele tartozik abba a grémiumba, aki ellenünk ezt a hadjáratot folytatta. Ott voltak különböző megnyilvánulások. Ráadásul 2012. október 18-án a Veszprémi Törvényszék másodfokon elítélte, és helybe hagyta Nagy Zoltán igazgatónak a határozatát, mely szerint önt írásban figyelmeztette a gazdasági és a vezetői szabályok megsértésére. Ugyanis, hát, Fenyesi úr sajnos hazudott az akkori főnökeinek. Köszönjük szépen. Fenyesi úr. Ez egy munkaügyi per volt, polgármester úr, és azt elfelejti, hogy az első fokú tárgyalást pedig én nyertem meg. Az első fokú, de a második a jogerős. Az első fokú. Bocsánat, álljon meg egy pillanatra, az idő miatt. Úgyhogy a Svarsz úrnak még van annyi kis ideje, azt. Ha ki jó, hogyha nem, használni. Nem, most nem. Nem? Fenyvesi úr. Én köszönöm, hogy itt lehettem, élveztem ezt a vitát, és nem fogyott, gondolom, még el az idő. Tudom, hogy nem fogyott el az idő, de én reagálni szeretnék néhány olyan gondolatra, ami bennem motoszkált és megfogalmazódott az elmúlt időszakban. Én azt gondolom, hogy mi bizonyítottunk az elmúlt időszakban, a kampányban, hogy nem folytatunk mocskolódást, nem folytatunk lejárató kampányt, mi a programunkat fogjuk ismertetni a várossal, és mi a város vezetésére fogunk felkészülni. És a programot magunk írtuk, nem fogta senki a kezünket, és csak mi úgy gondoltuk, hogy akkor fog a város fejlődni, hogy a szinkronba hozzuk a kormányprogrammal. Ez volt mi feladatunk, és ezt tettük meg. Akkor, amikor önök pedig lejárató kampányt folytattak fideszes képviselők ellen, és mindenféle féregnyúlványnak meg hasonlónak titulálták a KDNP-t a bizonyos újságjukban. Mi egyszer sem tettük ezt, mert úgy gondoltuk, hogy városnak békére, nyugalomra és összefogásra van szüksége. És amiért nagyon örülök, hogy MSZP-s képviselők és MSZP vezető tisztségviselők hívtak fel, és kértek tőlem elnézést, és azt mondták, hogy ezzel a stílussal ők sem értettek egyet. Köszönöm szépen. Fenyvesi úr, 10 másodperce maradt, ha jól láttam, ha esetleg kíván élni vele. Svarsz úrnak is van még. Hány meddig van? Hát, ha jól láttam, ott is néhány másodpercről van szó. Megkérem a kollégákat, hogy nézzük meg. Igen, 16 másodperc. Igen, tehát elég álságos dolognak tartom, hogy 21 ügyben feljelentenek, aztán utána békülékeny szándékkal meg arról beszélnek, hogy nekünk mennyi ügyünk volt. Hát ezt ők okozták. Én minden esetre arra kérem Ajka város lakosságát,
ha szeretné, ha ez az irány folytatódjon, a város szépüljön, szebb legyen, akkor támogassanak bennünket. Köszönöm szépen. Rendvesi úr, 10 másodperc. Én pedig azt szeretném mondani a lakosságának, ha változást akarnak, ha el akarják felejteni a múltat, és a jövőt szeretnék építeni, akkor október 12-én a Fidesz-KDNP jelöltjeit válasszák. Köszönjük szépen. Uraim, az időkeretet kimerítettük teljesen. Én megköszönöm, hogy eljöttek ide, és nagyon remélem azt, hogy segítünk a választóknak abban, hogy bölcsen döntsenek. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Kedves nézőink, mi pedig menjünk tovább az adással.